Például a mikrofonnál Fehér Maria. Jó estét mindenkinek, ma este is 8-tól például, és már is hívom a vendégemet, aki arról mesél, hogy gyakorlatiasságának köszönhetően egy percig sem unatkozott a karantén alatt. Szobát festett, és épp egy régi zongorát alakített bortartóvá, de volt már arra is példa, hogy fényezte a saját autóját. Bár zene és koncertek nélkül neki sem könnyű, igyekszik az élet napos oldalára koncentrálni, és imádja, hogy a leállás hatására világszerte felfrissült a környezet. Igen, tessék, Terecskei Rita. Szia, Fehér Marian. Jó, szia. Az életben nem hallották még ilyen normálisan telefont felvenni. Mert soha nem is szoktam. Igen. De annyira kedves vagy, hogy ezt most az én kedvemért megtetted, meg a hallgatók kedvéért. Mert hogy ez olyan jó kis formátum, hogy a művész maga mutatja be magát, mikor én már néhány mondatba felkonferáltam. Szóval, jaj, hello. De jó. Igen. Hello. Te vagy a történetmesélős beszélgető társam ma este, és nem tudom, hogy mit sikerült kiötölnöd, hogy mi az, amiről mesélsz nekünk, de nyilván kíváncsian várom, hiszen van neked is sztorid elég. Hát igazából most karantén időszakot élünk, illetve most már nem. De azért még mindig, hát mi azért elég sokáig még, hát nekünk oda lett úgy nagyjából az idényünk, ugye ezáltal. Én megmondom őszintén, annyira nem kesergek, nyilván vakargatom a fejemet, hogy mi, hogy merre, meddig, mert azért már elvonási tüneteim vannak zenélés ügyileg, de most nagyon jó, mert hétvégén például pont összeülünk a srácokkal, mert eddig ez sem történt, tehát hogy online azért kapcsolatban voltunk, de ugye közös zenélés, vagy egyetlen egy közös ebéd, vagy egy közös vacsora nem volt kivitelezhető, ugye mert mindenkinél otthon a gyerekek, meg online tanulás, meg amit el lehet képzelni, ugye most minden ettől harsog, és ugye ez azért nem egy olyan egyszerű állapot, de most pont hétvégén fogunk egy ilyen zenekari összeröffenést tartani, és Donni a dobosunk nagyon kedves, mert azt írta, hogy hozzatok vajat, sütök kenyeret. No. Ugye folyamatosan vagy kenyeret süt, vagy sütit, vagy valamit. Mondjuk én meg cserébe szoktam neki főzni pacalt, mert ilyenkor így bevásárolok pacal ügyileg, és akkor ilyen 6-8 kiló pacallal indítom a főzőcskét, és akkor szépen így osztás van. Mert hogy jó pacalt, azt ritkán lehet enni. Jó társaságban együtt, és attól jönnek az ötletek. Szóval akkor 2,5 hónap után éppen most, amikor elkaptalak, akkor lesz valamiféle összeülés, valamiféle újra találkozás. És milyen volt? Már nagyon várom. Milyen volt ez az elmúlt 2,5 hónap? Hát valójában nem unatkoztam, azt elmondhatom, mert vagyok annyira úgymond gyakorlatias, hogy így nyakamba vettem a mindenfélét, tehát a szobafestéstől kezdve az ilyen mindenféle kütyürű-mütyürű, nagyon sokat voltam Cegléden, anyukámékkal, ugye hát nekik is segítettem bevásárolni, keresztanyukámnak is, úgyhogy ilyen szempontból nekem szerencsére volt hova hazamenni, meg volt hova kivonulni, mondjuk ugye kertesházunk van Cegléden, úgyhogy ott azért lehet tenni-venni, meg ilyen olyan projektben vagyok most éppen benne, hogy egy ilyen régi páncéltőkés zongorát alakítok át. Tényleg. Úgyhogy ilyeneket csinálok. És mivé fogod átalakítani? Hát egész pontosan bortartóvá. Nem mondod. Ki lesz belezve? Hát már ki van. Ez egy olyan zongora volt, megmondom őszintén, hogy nagyon tisztelem a hangszereket, tehát hogy nagyon nem szeretem, hogyha valaki mondjuk gitárt tör, vagy tönkretesz valamit szándékosan. Ez már egy olyan zongora volt, ami már sajnos, hát a felújítás az iszonyú sokba került volna, áthúroztatni, hangoltatni, hát azért már lett volna vele nagyon-nagyon-nagyon sok meló, és azért nem volt annyira jó minőség, éppen ezért úgy döntöttem, hogy akkor kibelezem. Ez már megtörtént jó sok idővel ezelőtt, úgyhogy lent állt a kisházban ez a zongora váz, vagy ez a kibelezett valami, és akkor most jött el a pillanat, hogy hozzáfogtam, és elkezdtem csinálni. Úgyhogy de csiszolás, akkor, igen, ez minden. Barkácsolás, minden van ebben. Uh-huh. És te ezt tudod, hogy kell csinálni? Fúrás, faragás, persze.
Én nagyon sok ilyet szoktam, tehát hogyha van időm, akkor én így belevetem magam, például én lefényeztem a saját kocsimat is. Nem, nem az egészet, de nem bizonyos elemeket, de tehát, hogy én kitalálom, és akkor így megcsinálom. És akkor honnan tanulod meg? Hát valójában például a fényezéshez volt egy nagyon kedves barátnőm, aki előtte autófényező műhelyben dolgozott, és hát az ő instruálásával, illetve segítségével, de én folyamatosan így. Tehát, hogy én simán belefogok ilyenekbe, amit így más így azt mondja, hogy úristen, biztos, hogy nem, bízd a szakemberre, meg a nem tudom micsoda, tehát, hogy nálam ez nem így működik. És honnan egy szobafestés az már ilyen persze, átkenjük síma, hogy glettelni kell simán, tehát, hogy így. És honnan ez a gyakorlatiasság? Én szerintem ezt apukámtól hozom, mert apukám is olyan, hogy így bármit, bármikor, tehát ha kell, akkor tetőt fed, mondjuk most már nem mai csirke, de hogy még most is azért például zongora kipelezésnél is, meg hogy milyen ötletek, hogy lehet ezt megcsinálni, bizonyos részeket, hogy lehet úgy kivágni, hogy ne három napig görcsöljek vele, meg szép legyen, meg aztán hozza a kis gépeit, mit tudom, én nagyon örültem, például most hozott egy ilyen elektromos gyalut, ó, mondom, de jó, hogy nem kézzel kell csinálni, de mindegy, szóval, hogy így szerintem ez tőle ered, meg én amúgy is mindig így mentem, néztem, amit csinál, hol szerelt ezt, hol, mit tudom én, szekrényt rakott össze, tehát, hogy egy csomó ilyen van egy kis műhely, és akkor ott lehet bingizni. Te, hogyha nem lettél volna zenész, tehát ha nem jött volna az életedbe ez a lehetőség, akkor lennél te budapesti lány, szerinted? Dehogy is. Aha. Nem, biztos, hogy nem lennék. Akkor te maradtál volna Cegléden. Én maradtam volna, igen. Tehát, hogy én, hát figyelj, 21 éves a zenekar, mondjuk ebből 19 éve vagyok így, hát nem folyamatosan Pesten, mert azért én nagyon sokat járok Ceglédre haza, de én biztos vagyok benne, hogy nem jöttem volna Pestre. Biztos, hogy valami olyan dolgot csinálnék, amihez nem kell. Igen, mert ezt így... a nagyvárosban élni, és most is, de ez így mondjuk jó, hogy mondjuk abból az időszakomból már kinőttem, hogy jaj, de jó, és akkor éjszaka a nyakamba veszem a várost, és megyek csapatni, meg óriás partik, meg nem tudom, tehát most már azért így sokkal jobban szeretem a konyhában elfröccsözgetős, szűkebb baráti körrel együttlevős, magánjellegű, igen, tehát hogy most már azért abból az időszakomból kinőttem, de én azt gondolom, hogy szerintem az mindenkinél eljön ez a pillanat, hogy ez nem is pillanat, hanem ez egy folyamat, amikor így már nem arra vágysz, hogy este 11-kor elindulj, és a nyakadba vedd a 4-es 6-ossal a várost, és kikös valamelyik. Jaj, de valamelyik. Hogy, hát akkor már pihenni kell. Volt, hogy jöttem haza, vagy mentem haza 4-es 6-os villamossal, ilyen, hát nem szerintem 1 óra körül, de valaki még akkor indul el. És ilyen annyira szkifi volt, hogy úristen, tehát mondom ezt úgy, hogy mint zenész, azért én sem fekszem le korán, de például nekem kész felüdülés, amikor mondjuk van egy szilveszter este, és mondjuk nincs buling, és mondjuk otthon vagyok, és akkor kérdezik, hogy te figyelj, nem jössz, menjünk ide, meg menjünk, de nem, figyelj, biztos, hogy nem. És mit fogsz csinálni? Hát nem tudom, ha valakinek mondom, van kutyája, amelyik fél, és mondjuk menne bulizni, de nem tud a kiskutya, mint hozzá át, és akkor majd én el leszek a kutyákkal. Kutyaparti, igen, és akkor menni olyan házban lakom, ahol egy ilyen viszonylag nagy belső udvar van, és ott ilyen nénik bácsik laknak tömkeleggel, úgyhogy ott nincs nagyon petárdázás, meg durroktatás, lelkópógom, úgyhogy az egy nagyon-nagyon szuper ilyen kis menekítőhely kiskutyák számára is. De azért azt mondhatjuk, hogy ez még csak néhány éve van így, nem? Ez a lenyugodás, mert azért, tudod, azért mosolyogtam itt, mert én emlékszem.
Én emlékszem a 11 órás telefonokra. Igen, tehát hogy ez az azért, mit tudom én, szerintem ez egy olyan 6 éve, 5 éve kezdődött. De egyébként előtte meg ilyen hullámszerűen, tehát hogy előtte is volt, mert egy ilyen lenyugvós időszak, és aztán megint ment az éjszakába jövésmenés, és még megint nem. Tehát nem tudom, így lehet, hogy az energiáim csökkennek ez ügyben, de hát, egyébként bármikor kapható vagyok egy hajnalig tartó dumálásra. Igen, valahogy más. A személyes kapcsolatok meg azoknak a nyugodt ápolása az egy picit fontosabbá válik valószínűleg. Hát meg amúgy is ugye rohan az ember állandóan innen-oda, onnan-ide, A-ból B-be, onnan C-be, aztán Z-be, amikor már így rájössz, hogy nem az a fontos, hogy a felszínes kapcsolataid hogyan alakulnak mondjuk egy adott buliban, vagy akármi, hanem inkább próbáld ápolni a baráti kapcsolataidat, és mindenki rohangál ezerrel, és oké, hogy van telefon, meg van internet, meg van mindenféle kapcsolattartási lehetőség, de szerintem most kifejezetten jól látják az emberek, vagy jól láthatják, hogy milyen az, amikor csak mondjuk online tudnak beszélgetni. És akkor nézzük egymást a képernyőn, oké, de az nem ugyanaz. Hát most pont nem olyan régen, napokban voltam Varga Zsuzsi barátnőmmel, kimentünk az erdőbe, mondtuk, hogy nem, most már ez így nem állapot, el kell, hogy menjünk valahova, és akkor elmentem érte, beült a kocsiba, maszkban, stb. Ugye volt kézfertőtlenítő, ő sem ment sehova, én sem mentem sehova, menjünk ki az erdőbe, és tényleg nem volt ott senki. Nem csak sétálgattunk, elbeszélgettünk, ú, de jó ez a hely, jaj, de jó, hú. Úgyhogy hát én is azért kapacitálnálak, hogy kiskutyákkal gyere a hajógyári szigetre, de mondtad. Igen, csak most nyaralnak. Pont a karantén miatt, mert úgy gondoltam, hogy azért az 5. emeleten nem biztos, hogy olyan jól érzik magukat, mert oké, hogy le kell vinni őket minden nap legalább 3-szor. Futkorászni se olyan nagy baj, ha futkorásznak naponta, de ugye megvan az a szerencsés helyzet, hogy tudnak nyaralni a nagymamáiknál, úgyhogy ott van kert, meg még egy kis kutya, a maszatka, úgyhogy ott elrandalíroznak. És te hogy bírod kutyák nélkül? Hát nyilván rosszul, de miután sokszor megyek haza a Ceglédre, így azért találkozunk. De nagyon szeretek is otthon lenni, amúgy ez ilyen nyugalom sziget nekem. Jó, tehát akkor te tök jól elfoglalod magad, és nem feltétlenül idegeskedsz, hogyha jól hallom. Közben mégis muszáj egy kicsit azt azért megkérdeznem, hogy talán te is így fogalmaztál, hogy oda lett az egész idény. Ezért ez bizonyos szempontból erősen érinti a megélhetést, meg egyébként gondolom az elkészített terveket. Illetve azt is képzelem, hogy egy zenésznek nem elítélhető módon, de nem annyira van terve hosszú nyári hónapokra, hogy zenélésen kívül mégis mit csinál. Tehát ez most igen, egy új helyzet, nem? Ez egy abszolút új helyzet, tehát hogy ez mondhatni példátlan. Az én esetemben például nem titok, hogy ugye én abból a pénzből élek egész évben, és ugye egy tél után jött ez, amikor hát figyelj, azért egy szégyen nem szégyen, azért nekem nincsenek olyan tartalékaim, amit így gondolnak az emberek, hogy úristen, biztos ül a millióin, és akkor óriás kocsival jön, én tök átlagos életet élek, imádok zenélni, és igazából nyilvánvalóan ez egy súlyos érvágás a zeneiparban, és ki kell találni, hogy mi, hogy merre, meddig. Nyilván én tudok hozzá, hogyha nagyon nagy a baj, akkor hozzá tudok nyúlni mondjuk a kutyakozmetikus szakmámhoz, de egyébként egy csomó minden olyan van, amiből így csúrra, ha cseppelhet. Tehát, hogy igazából teljesen az átlagos életemet végül is tudom élni, és meg tudom oldani, mert mindig is a jéghátán megélő ember voltam, meg valószínűleg az is leszek. Úgyhogy én... Nem a zsebedbe akarok kotorászni, hanem sokkal inkább az érdekel, hogy egy nyarat hogy tudsz végigcsinálni úgy, hogy nincsenek a bulik, nincsenek a... Tehát az a feltöltődés, ami lelkileg, fizikailag és mentálisan is amúgy neked 19 éve van. Emiatt sokkal jobban killódik egy zenész, én azt gondolom. Igen, tehát, hogy az, amikor nem tudsz a saját közegedben mozogni. És nem azért nem tudsz, mert képtelen vagy, egészségügyi vagy
vagy bármi helyzet miatt, hanem azért, mert nem szabad. Most az, hogy online zenélsz, vagy fölvesszük, azért az is egy viszonylag bonyolult dolog, hogy az normálisan szóljon, annak nincs meg az atmoszférája, nem áll veled szembe a közönség, és én azt gondolom, hogy egy zenész azért csinálja, hogy a közönséggel meglegyen az a nem is tudom, idézőjelbe tett párbeszéd, ami zajlik mondjuk egy koncert alatt. Ez nagyon-nagyon nehéz ügy, én azt gondolom. Rossz érzés, hogy ez nincs. És mondom, tehát, hogy nagyon-nagyon várjuk, tűkön ülünk már, hogy mikor lehet már végre menni, valamit csinálni zeneügyileg, és oké, hogy mondjuk otthon foglalkozol a zenével, vagy a szövegekkel, vagy a bármivel, ilyenkor el is lehet mélyülni, de volt egy ilyen kisebb beborulós időszakom, most ugye ebben a karantén állapotban, aztán így pont a gyakorlatiasságom miatt így úgy húztam ki magam, hogy oké, persze lehet keseregni, de most igazából attól az élet megy tovább. Tehát, hogy nem is csak a zenészek, én szerintem minden embernek ez egy érvágás, ez egy nagyon-nagyon rossz állapot mindenkinek. Például a mikrofonnál Fehér Marian. 98.6 Manna FM, benne pedig a Például vendégem továbbra is Terecskei Rita, a Zanzibár énekesnője. Elmesélted, hogy te hogyan töltötted a karantén időszakát, az kiderült, hogy nagyon gyakorlatias vagy, tehát bármikor szobát festesz, autót fényezel, mázolsz, kutyát nyírsz, zongorát átalakítasz, ha arról van szó. Még akkor is, hogyha ezek most olyan tevékenységek, amelyeket tulajdonképpen egy kicsit a kényszer szült, de hogy megtalálod benne azt, ami neked jó. És azzal együtt, hogy közben mentálisan és anyagilag is át kell vészelni egy nehézséget, nyilván, és biztos vagyok benne, hogy hozott jó dolgokat, vagy új dolgokat ez a szituáció a te, vagy a környezeted életébe is. Abszolút így van. És sose voltam ez a kesergő típus, de én azt gondolom, hogy tehát egyrészt az élet mindig X-re játszik, tehát hogy valami mindig történik amellett, hogyha valami rossz dolog történik, én azt szoktam mondani, hogy csőstől jöjjön, tehát tényleg annyira borítson be, hogy mondjuk az orrom még kilógjon, hogy levegőt venni tudjak, de egyébként meg utána meg csak jó jöhet. És például itt van ez a bezártság, ez a kicsit többet gondolkozol magadon, meg kicsit többet foglalkozol a közvetlen környezeteddel, mondjuk nálam ez soha nem okozott gondot, hogy keveset foglalkozom mondjuk a szüleimmel, mert nagyon szeretem őket, de például itt van ez a zongora felújítós dolog, teljes mértékben rápörögtem, hogy tök jó, és akkor egy csomó ötletem van, hogy mi lesz a következő, amit megcsinálok, és akkor tehát, hogy egy ilyen új kreatív dolgot raktam most így magam elé, akkor elkezdtem ilyen kis gépekben gondolkozni, hogy mi az, ami megkönnyíteni az ezzel való foglalkozást, jó, akkor mire van lehetőségem, mire nincs, de akkor már mire lesz. Tehát, hogy így folyamatosan így tervezgetek ilyen dolgokat, és mondjuk lehet, hogyha nincs ez az időszak, akkor lehet mondjuk nem jutok el odáig, hogy előszedem a zongorát a sufliból, és nem kezdem el. És akkor mondjuk nincsenek ilyen plusz, nyilvánvalóan a zenekar mellett ilyen plusz, nem is tudom, ilyen kreatív gondolkodásra sugalló dolgok. Igen, egy csomó mindent megtudunk magunkról, és most vannak világszerte ilyen kezdeményezések, hogy ne menjünk vissza a karantén előtti állapotba, hogy ezt a pörgést ne vegyük fel újra, és most azt látom, hogy próbálja mindenki megfogalmazni, hogy hogyan lehet akár egyén szintjén benne maradni a lassításba. Bevallom, nekem is egyre jobban tetszik, tehát amennyire az elején kivoltam tőle, egyre jobban tetszik ez a lassabb, egy nap mondjuk maximum két dologgal való foglalkozás, és mellette pedig tényleg egy egyszerű élet élése. De szerinted fenntartható-e ez majd? Hát én azt gondolom, hogy nem fenntartható, és pont azért, mert az emberek úgy vannak összerakva, ahogy vannak. Tehát általában az emberiség, én azt gondolom, hogy egy harácsoló típus. Tehát hogyha nincs, akkor az a baj, ha van, akkor még több kell, ha nagyon sok van, akkor még annál is több kell. Tehát, hogy általában ez a bevett dolog, ha egy kényszerhelyzetben vagy, akkor nagyon mondjuk nincs választási lehetőséged,
de azért ott is megvannak azok a dolgok, azok a hozzáállások, emberi hozzáállások, és leszögezem, hogy nem magamról beszélek, de mondjuk például, hogy már jött az, hogy mennek az idősekhez, és akkor majd mi akkor lázat mérünk, és közben kirabolják, tehát hogy az emberi emberiségnek vannak ilyen gonosz rétegei, ami tőlem borzalmasan távol áll, nem is nagyon értem, és valószínűleg nem is fogom soha megérteni, hogy ez így hogyan jön, vagy hogyan visz rá valakit mondjuk egy ilyen cselekedetre. De hát én nekem van egy ilyen nagyon-nagyon ideológizált képem, ami azt szoktam mondani, hogyha az emberek olyan nok lennének, mint mondjuk a kiskutyák, vagy olyan érzelmi világgal lennének, mint a kutyák, akkor annyira boldog világban élhetnénk. Tehát tényleg. Jó, de akkor nem is jutottunk volna el idáig. Hát nem jutottunk volna el idáig. Jó, remélem, hogy nagyon sok ember elgondolkozik, akár magán, akár a környezetén, akár az, hogy jó helyen van-e, vagy mennyi ereje van változtatni, mert például, hogyha mondjuk valaki mondja azt, hogy ez az állapot lesz, és akkor mit mondasz rá, hogy persze, de hogy is, hogy lenne már zárva a bolt, meg ugyan már, hát, hogy lenne már az, hogy korlátozzak, hogy így, mikor menjek, de meg nehogy már ne nyisson ki a nem tudom micsoda, meg, és tessék, itt van, létezik? Létezik. Igen, létezik. És akkor mi történik? Hát nyilvánvalóan alkalmazkodni kell hozzá, és azt sem mondom, hogy birka módon, mert nem kell birka módon alkalmazkodni, de egy kicsit átfordítani a magunk javára. Ha más nem, akkor tényleg mentálisan, persze ha anyagilag nagyon-nagyon rossz helyzet alakul ki, akkor nagyon nehéz, de valahogy átvészelni, valahogy megoldani, és valahogy átrendezni a gondolkodás módját az embereknek. Ez szerintem tök jó lenne, bár mondjuk körülbelül szerintem ez olyan, mintha gyűjtsük szelektívan a hulladékot, mert akkor mondjuk nem fogunk belefulladni a saját szemetünkbe, és mi történik? Hát nem sikerül idáig eljutni, mert ugyanúgy belefulladunk a szemetünkbe, de egyébként a környezetvédelemről ugyanígy beszélhetnénk e témában. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az embereknek egy ilyen globálisabb változtatást kéne végrehajtani. Én azt tudom, hogy a kis mikromilliómben ezeket a dolgokat megteszem, illetve próbálom az életnapos oldalát nézni. És mi az, ami jó? Neked tök új dolog, és mostantól úgy fogod csinálni, szerinted, amit ez a helyzet hozott? Nem is tudom. Igazából megmondom őszintén, hogy nem volt olyan nagy probléma azzal kapcsolatban, ahogy eddig éltem, tehát nem volt túl sok különbség. Tehát nem érzed azt például, hogy na most ez téged nagyon arcul csapott. Tehát, hogyha ez a helyzet állt fent, és most ehhez alkalmazkodni hát, kell, akkor neked... Hát arcul csapott. Oké, de más miatt, tehát nem az életmódod miatt, hanem azért, mert le vagy tiltva valamiről, amit éppen csinálsz. De... Igen, és nálam a letiltás az amúgy is egy necces téma, tehát, hogy engem egy dologgal lehetett büntetni gyerekkoromban, a szobafogság. Hát, hogy az félig belehaltam kb. Volt, hogy anyukám főhívta a legjobb barátnőmet Noit, hogy Noikám, gyere már hát, légy szíves, mert a Rita szoba fogságban van, és ő nem is nagyon kérdezett semmit. Ja, jövök. Tehát, hogy ez a teljes kikészülés idegileg. Tehát nagyon nem megy nekem ez a bezártság. Tehát amúgy is ilyen jövős-menős vagyok, de... Hát jó, de azt mondtad, hogy ekkor ugye segített sokat, hogy haza tudtál menni, illetve a másik az, hogy szépen előkaptad a kreatív ötleteidet. De bármi ezzel a lassulással kapcsolatban, akár az elmélkedéssel, a gondolkodásodat máshova formálod-e, emiatt ilyen volt-e, vagy azt gondolod, hogy már amúgy is jársz egy ideje azon az úton, hogy tudatos vagy? Én azt gondolom, hogy járok egy ideje azon az úton, bár valamikor vannak meggondolatlan döntéseim, de az én azt gondolom, hogy nagyjából én így egészen jól elboldogulok magammal, meg a környezetemmel. De úgy nem nagyon vannak olyan mellélövéseim, van egy pár nyilván, mert ha küldeném, ha nem vagyok tökéletes címzat. Annyiszor eszembe jutott mostanában. Tehát, hogy ez az egész szerintem nem azért van, mert nekem könnyű, meg nincsenek problémáim, mert mindenkinek vannak, és a puttonyában is van mindenkinek valami, ami kavicsként benne van, és csak szedi. Talán most egy csomót ki lehetett pakolászni,
egy csomó kavicsot a puttonyból, de egy kicsit úgy, amikor így, tudod, milyen érzés, mintha az ember így kívülről tudna egy picit nézni magát, hogy így, akkor most itt van ez a helyzet, ezt hogy fogom megoldani? Aztán persze van az az embertípus, aki azt mondja, hogy aha, itt van ez a helyzet, és nekem milyen rossz. Meg van az a helyzet, amikor itt van ez a helyzet, ezt hogy használom ki? Tehát egy csomó ilyen típus van, én azt hiszem, de nem tudom, biztos kellett. Meg azért nagyon sok embertől hallom, hogy valójában nem a munka, meg az a rohanó élet hiányzik, hanem nyilván a bevétel az mindig hiányzik, de a kis ideologizált világomban olyan jó lenne, hogyha mondjuk lenne egy ilyen kommunában élés, de azt hiszem, hogy erről mi már beszélgettünk pont a műsorodban, hogy egy kommunában élni, és akkor így mindenkinek megvan a saját dolga, egy kicsit önellátónak lenni, egy kicsit úgy, tehát hogy így a kezébe venni az ember a saját életét, és nem pedig ez a folyamatos, milyen normáknak kell megfelelni, mondjuk abban sose voltam, hogy normáknak feleljek meg, de hogy így tök jó lenne, nekem egy ilyen nagyon ideális közeg lenne, mondjuk egy kommunában él, és persze úgy, hogy mindenkinek megvan a saját kis világa, meg milliója, de... És úgy érted, hogy mindenki azt csinálná, amiben jó, és akkor egymásra vagyunk utalva, és közben... Igen. Pedig, aha, és akkor lenne felelő, közös felelősség. Az ideologizált világomban, abszolút, az ideologizált világomban például egyáltalán nem létezne a pénz. Tehát, hogy ezt úgy eltörölném, hogy az nem kell. Hanem, hogy mit tudom én, az egyik ezt csinálja, a másik azt csinálja. Igen, tehát, hogy ez a harácsolás, amiről már beszéltem, tehát ez is olyan, hogy egy csomó, és nem azt mondom, hogy egy barlangban kéne lakni, hanem nyilván azért a kényelem az fontos dolog, tehát, hogy azért legyen komfort valamilyen szinten, de én például tök jól ellennék egy sima erdőben is. Ez is nagyon bénán hangzik, de hogy így annyira vágyom visszafelé a természetes módhoz, meg ahhoz, hogy ne legyen függés. Tehát, hogy néha így elgondolkozom, hogy ez mennyire durva már, hogyha mondjuk elmegy az áram, vagy mondjuk a gáz, vagy a valami, és teljes kikészül mindenki, hogy Isten, nincsen áram, nem tudok tévét nézni, nem tudom, hogy föltölteni a telefonomat, meg a nem tudom micsoda. Én azon gondolkodtam még az egésznek a legelején, hogy most, hogy mindenki visszaszorul a lakásaiba, és mindenki online térbe intéz mindent, milyen lenne, ha egyszer csak a különböző szolgáltatók így kinyifannának, vagy átmenete, ami egyébként ilyen van, tehát ez egy létező dolog, hogy amik itt nálunk abszolút, pedig mindenkinek nyilván saját nete, meg wifi-je, meg minden van, de olyan sokszor volt, képzeld el, hogy mondjuk éjjel egy jó kis sorozatnézés, és akkor elkezd megnyekkenni az egész, és leáll, és újraindítod, és leáll, és újraindítod, és akkor mondtam a barátaimnak, hogy na, beigazolódott az én feltevésem, hogy mindenki inszomniás, senki nem tud aludni, és mindenki valamilyen filmet, vagy valamit, tehát a neten lóg. Aha. Nekem egyébként egy ideje itthon most egy hálózatról is megy, megmondom őszintén, mert a wifi-ben most nem bízom. Pedig pont a karantén előtt váltottam szuper netre. Na de azt gondoltam, extra hogy egyszer... Extra gyors. Extra gyors. De ezen gondolkodtam, hogy na, ez például elmenne, na akkor mi? Nem is kell, hát, hogy az áram az már a vég, mert akkor semmi nincs. De, igen. De hogy akkor mi? És pedig olyan természetes, nem? Tehát annyira természetes dolog ez, nem? Hogy igen. jön a falból a víz, felkapcsolod a villanyt, ott van. Igen. Hozzáteszem, nyilván nem mindenkinek természetes, mert mondjuk én elég sokszor nézek körbe így a nem annyira, hogy is mondjam, átlagos életek között, azért nekem elég sok szociális munkás barátom van, folyamatosan hordjuk az adományokat ide, oda, amoda. Nagyon sok mindent csomó, látom. Igen. És mondjuk a periférián élőkkel nem szeretnek szembesülni azok az emberek, akik
nem úgy élnek, hanem hát, mondjuk egy átlagos életet élnek, és nem azt mondom, hogy gazdag életet, illetve luxus életet élnek, mert nyilván az is egy külön réteg, hanem egy tök normális, átlagos dolgozó család, mondjuk teszem azt albérletben, így úgy amúgy megoldja a dolgát, de nem nagyon szeretnek az emberek szembesülni azzal, hogy igen, van olyan, akinek nincs ágya, igen, van olyan, akinek nem jön a víz a falból, és ilyenkor általában az szokott lenni, hogy ja, persze, mert ő tehet róla, és igen, biztos, hogy tehet róla, de azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett kérdés de szerintem. Hogyan, ilyen nincs, hogy ki hogy van csak szocializálva, ki hogyan nő fel, kinek milyen a háttere, én egy rendkívül szerencsés ember vagyok olyan szempontból, hogy nekem egy nagyon szuper hátterem van, és nem voltunk soha gazdagok, meg nem volt jaktunk az Adrián, meg mit tudom én, hanem egy tök normális dolgozó családban, de ami sokkal fontosabb, hogy egy összetartó, szeretetteljes családban nőhettem föl, és van, akinek ez sem adatik meg. És már itt szerintem a problémák elkezdődnek, mert nem mindegy, hogy hogyan, milyen környezetből tudsz jönni. Hát igen, meg hogy hogyan tekintünk egymásra, és hogy figyelünk. Igen. Most igen. Azt nem tudom, hogy esetleg ez a helyzet hozza-e még azt, mert azért oda kellett figyelni, nem? A szomszédra, a közeledben élőre, persze, az idősekre, és azért ez akár meg is maradhatna. Abszolút. Tehát ez egy jó dolog lenne, hogyha emberek ennek kapcsán összeismerkedtek volna, és mondjuk ezek a kapcsolatok maradnának. Nekem ez azért nem idegen, mert én amúgy is így élek, tehát hogy nálam így be van építve ez a segítségnyújtásosdi, tehát hogy tényleg engem a legegyszerűbb úgymond idézőbetével leakasztani, vagy... Igen, ez tényleg így van, ezt tanulsz. Tehát hogy én tényleg bármikor bárkinek nagyon-nagyon szívesen segítek, semmit az égvilágon nem várok cserébe. Pont így most megint vissza lehet kapcsolni ahhoz, hogy család miatt, mert az egész családom ilyen. Nálam ez a normális eddig is így volt, így van. Tehát, hogy és legyen az idegen ember, legyen az a szomszédnéni, szomszédbácsi, amúgy is imádom az időseket, tehát tényleg nagyon szeretem őket, meg tisztelem őket. Biztos, hogy van olyan, aki mondjuk nem érdemelné meg, de én alapvetően úgy lettem nevelve, hogy az idősek azok tiszteletre méltóak. Aztán persze biztos van olyan, aki bebizonyítja, hogy nem annyira, de alapvetően van egy ilyen beépített dolog bennem, hogy tehát pont a segítségnyújtással kapcsolatban. Úgyhogy mondom, ez nekem nem idegen, tehát nem új, hogy ha kell valakinek segíteni, akkor fogom magam és megyek. Most, hogy még azért jó 2,5 hónapig tényleg úgy tűnik, hogy semmilyen fellépés nem lehet, vagy rendezvény nem lehet, mit tervezel a nyárra? Igen. Jó. Akkor figyelj, hát ehhez biztos, csatlakozom. Hát figyelj, azért nem tudom megmondani, mert most oké, hogy van egy ilyen dátum, hogy augusztus 15-ig biztos, hogy nem lesz semmilyen 500 főnél nagyobb rendezvény. Bízom egy kicsit titkom benne, hogy lehet, hogy mégis. Aha. A remény hal meg utoljára, ugyebár, de a fiúkkal mindenképpen ugye... Hát ugye mondtam, hogy most fogunk először találkozni, mióta beütött ez a krach, de hogy nagyon-nagyon várom, meg már nagyon hiányzunk egymásnak. Hiába beszélünk telefonon, vagy online, vagy akárhogy, de biztos vagyok benne, hogy valami jó fog kisülni ebből, tehát hogy muszáj, hogy úgy legyen, na. Ez egy nagyon-nagyon jó végszó. Muszáj, hogy igen, valami jó legyen, na. Így lesz. akkor előbb-utóbb mi is lássuk egymást. Hozd a kutyáidat. Nagyon, nagyon szép a sziget. És mivel idén nem lesz fesztivál sem, egyre szebb lesz. Szép is marad. Hát most föl fog lélegezni. Mondjuk mindig megszépül, ugye, mert azért igen, igyekeznek rendbe tenni. Igen, 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 de most valószínűleg... Nagy erőket mozgósítanak. Valószínűleg most mégiscsak levegőhöz jut. Tehát szép a sziget. Gyere oda. De
Egyébként ez is most, hogy így mondod, hogy levegőhöz jut, tehát hogy például ugye volt még nagyon a karantén, hát nem az elején mondjuk, na, hát az elejétre egy kicsit arrébb, hogy a delfinek visszatértek Velencébe, meg egy csomó. Tehát, a rudas fürdőbe, a kacsák, a rendeltetésze. Igen, tehát hogy eljükre, a medencébe. Eljükre, bekerültek. Tehát, hogy valójában ez is egy nagyon elgondolkodtató dolog, hogy mennyi mindent teszünk tönkre, és mennyi mindent foglalunk el, mondjuk, hogy illegálisan. Hát igen, mert végül is illegálisan. Igen, de ez szerintem normális ember azt, hogy, látja. Hát igen, de nem tesz semmit, tehát kell hozzá egy ilyen úgymond kényszer állapot, vagy egy ilyen irgumburgum, vagy egy veszélyhelyzet, amikor mondjuk valakinek az élete függ attól, hogy kimegye, vagy nem megy ki, vagy kocsiba ül-e, vagy sem, de egyébként megsúgom, hogy azért igen, az életünk múlik azon, hogy hogyan kezeljük a környezetünket, illetve hogyan élünk, vagy mit veszünk igénybe, vagy mit nem veszünk igénybe. Lásd például, mennyivel tisztább a levegő, ugye? Vagy mennyivel több állatot lehet látni, vagy egy csomó ilyen dolog van, ami egy pozitív változás, vagy legalábbis nekem, és lehet, hogy van, akit egyáltalán nem érdekel, hogy Delfi jött Velencébe, én meg azt mondom, hogy de jó, és igenis maradjanak ott, és az emberek meg vegyenek vissza egy kicsit. Így. Ebből. Ez is egy jó végszó. Mennyi végszónk van? Tele vagyunk. Nagyon köszi, hogy itt voltál. Nagyon örültem, köszönöm, hogy beszéltünk. Én is köszönöm. Hello. Terecskei Rita, a Zanzibár énekesnője volt a vendégem ma este itt a 98.6 Manna FM-en a Példáulban. Én Fehér Marian vagyok, és most megköszönöm a figyelmeteket, de előtte elmondom, hogy minden adásunk visszahallgatható a mannafm.hu oldalon, a Hallgassa Vissza Fül alatt, és hogy megtaláltok minket a közösségi portálokon, Facebookon és Instagramon, de van YouTube csatornánk, Spotify-unk és a SoundCloud-on is ott vagyunk. Most 9 órától jön Prekop Adonát, az XYZ-vel, 10 órakor azonban én visszatérek a Manna Nájtal. Addig is nagyon kellemes rádiózást. Sziasztok! Például a mikrofonnál Fehér Marian.